divajvét. Én majd pár snittet szeretnék tölteni, vagy nem tudom, hogy ki akar benne lenni, meg ki nem szeretne. Van olyan, aki kifejezetten nem szeretne szerepelni a... Meg majd szerintem csináljunk egy csoportképet. Nem, mert akkor már itt lenne az 51-es villamos tábla, ha itt akkor lenne. Megpróbálta kiásni, de nincsenek sinek, tehát én jártam. Tehát ez lehetett a töltés, látod, itt volt az oszlop, és akkor a felső vezeték itt. Igen, mert ugye adja is magát abba az irányba, nem? Jártam itt 10 év, amikor még nem volt így benőve, és igen, akkor is látszott, hogy ugye teljesen föl van minden szedve, tehát csak ezek az oszlopcsompok vannak. Hati. Még arrafele van, vagy három oszlopcsonk, azt hiszem, sokat találtunk. Meg mit tudom én, ahol már a Lajos Müzsei mellé odaért, az ugye Pest Imrén, ott van olyan, hogy egy gyalogátjáró, és akkor látszik, hogy két vágányi hely, hát úgy van a labirintkorlát, hogy két vágánynak van helye, de csak egy vágány van, hát a másik végén a villamos volt. De ott van a két oszlopcsong még, és még ott a fánál is van egy. Mi a terv, meddig megyünk? Kicsit elmegyünk. Még itt a villamospótló nyoma is, a gumikerekű. Tényleg. A következő oszlopcsong. Wow. És nem direkt. És ott a fatövébe is van egy. Minden jártunk, úgy a barátom, amikor bejártuk a... Arra felelem tovább a villamos. Pécsvárad, vagy ezért Pécsvárad, a 64-es? Igen, aztán akkor ott a Vémén a cigánytelepen csak úgy néztek ránk a lapunk, hogy hát mondtuk, hogy ihatunk egy vizet, mondtak persze, de maguk miért jöttek ide? Hát mondjuk vízért. De mit járnak be? Hát, hogy gyalogolunk Bátaszéktől Pécsalig. Hát, ez nem értették meg, hogy a cigányosszög, de minek? Na. És ott a következő oszlop, csak ezt a múltban nem vettük észre. Szóval lehet. Akárhányszor visszajövünk, mindig ezért észreveszünk még egyet. Azért megpróbáltuk, de nem jön el tovább enni. Macsétát nem hoztunk valamit. Hát igen, az ágvágót azt kellett volna hozni. Csak ott hagytam útkor Nyíregyházán, vagy hát Dombrádon, amikor ott dolgoztunk vele. Tényleg ott. Hát akár a kisvasúton, amikor dolgoztunk. Igen, arról is tett. Ja, hát az a Voláni parvágány a 142-esen, ami még utunkba esett. És itt a Váber ezt a telepre vezet. De mi megvan az András kereszt is. Na, ja, és itt a vágány, erre lehetne bejárni, itt ki lehetne venni a 142-es vonalig. Lehetne, hogyha nem lenne ekkora gaz. Hát igen. Ezt valamikor 5 éve még bejártam ezt a vonalat, akkor még nem volt ekkora dzsumbó, és belehetett. Maradjon a talpán, aki ezt végig tudja vinni. Hát már szerintem nem sikerülne gazírtás nélkül. Ja, ez az iparvágány ismerős lehet a 3 évvel ezelőtti videómból. Akkor is, vagy nagy gyurma következik. Irány tovább. Vissza a kocsihoz. Veszentünk a felsőt. De az jó, hogy felmagyták a régi feliratot. Ja, Rikár, ilyen... Nekem 35 közben. Szóval 12 kockás van benne. Oké. Ja. Majd visszatok ott érpadon. Nyugodtan. Fénysodon póti zavartba visszük mindjárt. Disztó vicceket mesélünk. Elindult a 35-ös. Utána mindjárt megy, ott lehessünk benne. Szentimire felső nekünk most végállomás. És onnan király hadunk.